Nem biztos, hogy Szlovénia feloldja az ellenőrzést a Horvátországgal közös határszakaszán, annak ellenére, hogy déli szomszédja várhatóan január 1-én csatlakozik a schengeni övezethez. Ljubljana attól tart, hogy a szlovén-osztrák határon gyakori ellenőrzések miatt az ország zsákutcává válhat a Balkán felől érkező bevándorlók számára. A horvát fél ettől függetlenül arra készül, hogy januártól szabad lesz az átjárás Szlovénia és Magyarország felé. A rendőrök el fogják hagyni a határ térségét. Az építményeket meghagyjuk arra az esetre, ha vissza kellene állítani az ellenőrzést, de a rámpákat és akadályokat eltávolítjuk, biztosítjuk az emberek és az áruk szabad mozgását, mondta egy horvát rendőrtiszt. Ha a várakozásoknak megfelelően a tagállamok belügyminiszterei december 9-én jóvá hagyják Horvátország csatlakozását, a schengeni övezet külső határa kitolódik. Horvátország és Szerbia, Bosznia-Hercegovina, valamint Montenegró között húzódik majd. Bár sokan attól tartanak, hogy komoly torlódás lesz majd az érintett átkelőkön, a Staragradiskai ellenőrzőpont egyik vezetője pozitívan látja a helyzetet. Semmi nem fog jelentősen megváltozni itt, és Horvátország, azaz az Európai Unió többi külső határátkelőjénél sem. Már most is a schengeni eljárás rendet alkalmazzuk a külső határokon, magyarázta Filip Valentić. Horvátország csatlakozásával a schengeni övezethez majdnem 1000 kilométernyi határon szűnhet meg az ellenőrzés. Ebből 330 kilométer a Magyarországgal közös szakasz.